Köszöntöm nézőinket, Ablak című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Múlt hét végén ünnepelte a gimnázium fennállásának 160. évfordulóját. A diákok és a pedagógusok heteken át készültek erre a jeles napra. Iskolatörténeti órát tartottak, majd megkoszorúzták az alapító és a névadó szobrát. A jubileumi műsorban pedig megmutatták tehetségüket. A gimnazistákkal ünnepeltek az öreg diákok is, akik szívesen emlékeztek vissza középiskolás éveikre. Az évforduló napjáról készült hosszabb összeállításunk következik most. A gimnázium a város centrumában, szívében meghatározó szellemi műhely. Sok-sok diák, tanár, szülő, nagyszülő úgy számolják, 5 emberöltő kapcsolódik valamilyen formában a patinás jeles középiskolához. Többféle neve volt fennállása óta. Sikeres és fényes karrierjét kisfaluri nevéhez kapcsolódóan élik dinamikusan napjainkban is, pulzálva és együtt fejlődve a várossal, amely létrehozta és táplálja, generálozza újra és újra a felkészült és érett ifjúsággal, a jövő zálogaival. Bejárata előtt Ramazetter Vince, az alapító, vigyázza a diákság jólétét, gazdagodását, az udvaron pedig a névadó, korának mesterköltője árasztja a fiatalokra és tanulni vágyókra a szabadságot, az irodalmat és mindazt, ami ma kell a boldoguláshoz. Ramazetter Vince, akit gyakran hívnak Sümeg atyának, szorgalmazta az elemi iskola 4 osztályossá szervezését, leányosztályok létrehozását. Az alapításon túl a megvalósítás feladatát is magára vállalta. Jó tanerők megnyerése körül buzgolkodott, intézkedett a felszerelés érdekében, segítette az új tanárokat lakással, gondoskodott a szegény tanulók ruhájáról, könyveiről. 1857-ben sikerrel járt. Az alreáliskolát, a gimnázium elődjét megnyitották. 11 tanulót irattak be akkor. Nagyon-nagyon sok szeretettel gondolunk örökké erre az iskolára. Nagyon jól éreztük magunkat. Fiatalságunknak a városa. 1951-től 55-ig jártam ennek az épületnek a falai között, és a püspöki palotában volt a kollégiumunk a gimnazistákkal keverve. Tehát annyira keverve, hogy ennél a jobbra lévő tablónál lévő fiúkkal egy szobában voltam, amíg ők volt úgy, hogy a negyedikesek az elsősökkel és a másodikosokkal, tehát egy igazi kollégiumi élet volt, és ez azért volt nagyon fontos, mert az idősebbek egy kicsit úgy abbahagyták, egyengedték, oktatták a kisebbeket. Nagy csibész voltam. 1966-ban érkeztem a gimnáziumba, 15 kilométerre laktam innét, és kollégista voltam. Állatos volt a gimnázium, nagyon szerettem itt élni, és csak jót mondhatok róla. A tanárokról is jót mondhatok, a diáktársaimról meg különösen jót mondhatok. Nagy szerelemmel éltem itt, sok barátnőm volt, de a fiam is itt tanított egy ideig a gimnáziumban. Azt hiszem, hogy mi az időben megilletődöttebb diákok voltunk, meg most is érzek ilyet, mint a mostani fiatalok. De hát bizonyára így van jól, más a korszellem,
és örülök annak, hogy a gimnáziumunk 160 évet megélt, és még a matróz blúza viselete a diákoknak. Tehát, hogy ezt a hagyományt tovább vitték, ez is elég ritka, azt hiszem, a manapság. Szerettem sümegi diák lenni. A mai matróz blúzosok is megilletődötten és tisztelettel ünnepelték a jeles évfordulót. A nap iskola történeti órával indult. Előzetes feladatokat kaptak az osztályok, az ezekről szóló kisfilmek segítségével lebentettek fel minden fájtlat a gimnázium múltjáról. Soyuz Badge 36. A találat, amit mutatni fogok, a Soyuz 1036-os fellövésének a logója. Magyar közös űrrepülés volt. 1980. május 26-án történt. Dezső bácsi lejött az óvodába, valamit intézett, vagy valakiért volt, és odajött hozzám, én akkor a csoportos voltam, én előkészítős, és azt mondta, hogy Laborikám, húzd be a nyakad, mert fellőtték a farkast. Orvosból lett tanár, dr. Stav Dezső, született 1956. Feleségei szintén orvos volt, mint Dezső bácsi, házasságukból pedig egy fiú született, aki már egyetemet is végzett. Általános iskolába kezdett el tanítani, a buvá ajkáról járt be kocsival. Szerettük volna mindenképpen, hogy a gyerekek is bekapcsolódjanak a műsorba, az eseményekbe, és éppen ezért az ünnepség előtt egy rendhagyó osztályfőnöki órát szerveztünk. Erre nekik is kellett készülniük, hiszen egy kérdéssort kaptak az iskolával, az iskola történettel kapcsolatban. Erre egy hetük volt, hogy megoldják, megválaszolják a kérdéseket, térképen bejelöljék, és egy kis filmet kellett készíteni, hiszen a mai gyerekek már rendszeresen fényképeznek, videóznak, és úgy gondoltuk, hogy megragadjuk a lehetőséget, hogy ezt a hobbit ki is élhessék. Úgyhogy minden osztály készített egy filmet, amit levetítettünk az osztályfőnöki órákon, és ugye megválaszoltuk a kérdéseket. Nagyon furcsa volt számunkra, hogy azokat, akik ma a tanári asztal mögül figyelnek minket, hogy mikor puskázunk, telefonozunk, de ez nem igaz, hogy láthatjuk a képüket, és elképzeljük, hogy ők is puskáztak, de mégis ránk szólnak. Vitai tanár úr sokat változott az évek során. Tóth Monika nénivel kiderült, hogy a Nikinek a nagybátyjával és az Horváth Anna testvérével járt egy osztályba. Gombásiné Mónika tanárnő, mint kiderült, hogy Lukács Mónika a lánykori neve. Azáltal, hogy ezeket a kérdéseket megkapták, egy kicsikét többet tudtak meg az iskoláról, teljesen más szemmel néznek az épületre, a történetre. Van, akinek egyébként felkeltette az érdeklődését, ugye ment tovább, hogy akkor most tényleg, hogy itt vannak rejtett termek, vagy rejtett zugok, és hogy szeretne utána járni annak, hogy is néz ki az iskola valójában, milyen volt mondjuk régen. 1944-45-ös tanév. A háborús viszonyok sümeget sem kímélték. 1944. április 14-től 1946. május 20-ig a gimnázium épületét a katonaság foglalta le. Ez idő alatt délelőtt, délután a város különböző pontjain, például a fiúinternátusban folyt a tanítás. 1945. áprilisára elpusztult a szertári állomány 60%-a, a könyvtár 50%-a, a felszerelések 45%-a, bár csak a tornatermi öltözőt érte bombatalálat. Az iskola tantestülete, vezetése és a háborús állapot áldozata volt. Ramazetter Vince szobra, akinek meghatározó szerepe volt Süvegváros kulturális fejlődésében, és ennek tiszteletére állították neki el a szobrot. Így látható Ramazetter Vince szülőháza! Tök jó fajtó. Így van Ramazetter Vince általános iskola. Ki az, aki ide járt közületek? Sok öreg diák érkezett ezen a napon az iskolába, köztük dr. Makai Béla is, aki szívesen osztotta meg egykori élményeit a hallgatósággal. Mesélt hivatásáról, arról, honnan indult és milyen szemlélettel gazdagodott pályafutása során. Számomra a tudományokkal való ismerkedés az itt a gimnáziumban kezdődött. Előtte én egy ilyen mindent elolvasó ember voltam, amit nem ajánlok mindenkinek, mert sok mindenről lemaradtam, de azért, hogy sokat olvassanak, azt feltétlenül ajánlom, mert nagyon sok tudást és nagyon sok örömet lehet találni. Az olvasásban gondolom ez a tanári tanárnő is egyetért. Beszép a város ilyen messziről, a látóhatár távol peremén. Olyan szép, mint a szép emlékezet, s oly ifjú, mint a fiatal remény.
Iskolánk névadója, Kisfaludi Sándor Sümegen született 1772. szeptember 27-én. Költő, földbirtokos, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli és a Kisfaludi Társaság rendes tagja. Kisfaludi Károly bátyja, egy dunántúli nemes család fia. Franciául és olaszul tanult. Olvasgatta a világirodalom remekeit. Rajzolt, zenélt, képtárakat, színházakat látogatott. A napóleoni háborúk során francia fogságba esett. Szerelmes dalainak legtöbbjét ott írta. Ha csak kicsi, s gyenge a láng, a szél mindjárt elfojtja, de ha immár elharapózott, azt még inkább felbojtja. 1800-ban hazajött a fogságból, és feleségül vette Szegedi Rózát, verseinek címzettjét. Kámból 1805-ben Sümegre telepedtek át a szülői házba. Költőnk birtokán a mezőgazdaságnak és az irodalomnak élt. Ez időben lépett fel a közönség előtt is, a Hinfi szerelmeivel. Gyermekei nem voltak, így Sümegen és Somlai magányában töltötte, visszavonultán utolsó éveit. Egyedül a balatonfüredi nyár virította fel. Fáradozásainak eredménye lett, hogy ott épült fel az első magyar kőszínház. Jót, szépet és nemest akarni nem kevés, de tenni kell azt, hogy elég legyen. Vessük, barátim, vessük a jó és igaz hazafiságnak magvait. Jön egy idő, bár meg nem érjük is, melyben vetésünk szép gyümölcsöket terem. Ez egy fontos tradíció, amit egyrészt felelősségteljesen kell kezelnünk, tovább kell vinnünk egy olyan eredményt, amit itt az elmúlt 160 évben a város és a térség életében ez a gimnázium letett az asztalra, és hát a legjobb jógazda módjára kell gazdálkodnunk a várossal, az épületekkel, a tanulók tudásával, hogy az a következő generációknak is ugyanezt jelentse. Hát most a gimnáziumoknak a presztise szülők szemében úgy látom, hogy növekvő, az érdeklődés növekvő, ez egy kicsit könnyebb helyzetet jelent a beiskolázási számokban. Ugye ez azért a fenntartó oldaláról mindig egy komoly szempont, hogy a létszámok hogy alakulnak az osztályok esetén. Ez egy könnyebbség, ugyanakkor egy felelősség is, mert ugye az érdeklődés nagyobb, és azért itt egy műemléképületről beszélünk, ami egy olyan komoly barokk környezetben van, ami a fenntartónak egy napi szintű feladatot jelent, hogy ez úgy is nézzen ki, illetve a benne lévő munka is a mai kor színvonalát szolgálja, érje el. Itt nagyon színvonalas munkát végeznek a kollégák, ezek az eredmények, amiket elérnek, ezek a tradíciók, amiket ilyen eseményekkel ápolnak, én úgy gondolom, hogy a helyi közösségnek a legfontosabb értéke, és ezt mi támogatjuk messze menőleg. Adi Endre, üzenet egykori iskolámba. Június volt, s újjongtunk, nincs tovább. Most gyertek szabad mellű örömök, s pusztuljatok bilincses iskolák. De elcsitult a jókedv förgeteg, s helyére ült a döbbent némaság. Köröttünk már az élet csörtetett. Ó, ifjúi szent megjózanodás, komoly nagy fény, hős férfiú szerep! Emlégetek ma is milyen csodás! Hős harc az élet, és megélni szép. Ha hozzá edzik tüzes szívkobók, ifjú vitézlők lengetek szívét. Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz, s Szent Frigyüket így folytatják tovább. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött élet csaták között volt mindig hozzám végüzeneted.
táplálta tovább bennem az erőt. Szeretni az embert, és küzdeni, s hűn állni meg Isten, s ember előtt. Június van, s nagyon magam vagyok, s kísértenek éltem árnyai, s az elbocsátó iskolapadok. S én, vén diák, szívem fölemelem, s így üdvözlöm a mindig újakat. Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem. Bár zord a harc, megéri a világ. Ha az ember az marad, ami volt. Nemes, küzdő, szabad lelkű diák. Felemelő érzés, amikor részesei lehetünk történelmi pillanatoknak. Úgy hiszem, hogy ez a mostani ilyen számunkra. Büszkék lehetünk arra, hogy Sümegnek mindig voltak olyan polgárai, akik felismerték az oktatás, a műveltség kiszélesítésének jelentőségét, és hajlandóak voltak áldozni rá. Lépjünk most vissza az időben egy kicsit a 19. századba. Kisfaludy Sándort a magyar nemesség költőjeként emlegetik. Nagyon népszerű az országban. 1826-ban írt levelében a mai korra is érvényes mondatokat olvashatunk. Ekkor még a latin az oktatás nyelve. A legkisebb oskolától a legfőbb oskoláig minden tudományok és szép mesterségek magyarul tanítassanak. Ezáltal mennyivel műveltebb mesterembereket és kézműveseket nyer a haza. A magyar iskolákban olvasni, írni, számot vetni, gondolkodni hamar megtanulván elég ideje marad mesterségének megtanulására, és minél több ésszel és gondolkodó elmével való űzésére. 1840-et írunk Sümegen. Horváth József iskola mester megelőzve korát kezdeményezi az iskoláskorú gyerekek összeírását. Elemi osztályt indítanak. 4 év múlva Ramazetter Vince az iparos tanoncok részére is oktatást szervez. 1848, Ramazetter Vince, Sümeg polgármestere. Szívügyének tekinti a város felvirágoztatását. Így amikor 1849-ben törvény jelenik meg az iskolarendszer szabályozásáról, többek közt a középiskolák típusáról, így a reáliskolákról is, elhatározásra jut. Idézett a város előjáróinak üléséről. 1855. április 14-e örökre nevezetes nap marad Sümeg történetében. Ramazetter Vince e napon nyilvánította és hatóságilag megerősítette azon kijelentését, hogy kész 20 000 forintot felajánlani egy Sümegben felállítandó reáliskola alaptőkéjére, ha a város a reáltanodát megelőző 4 elemi osztály szervezését megszavazni, és mielőbb foganatosítani törekszik. És a nemes szándék megvalósul, 1857. december 6-án ünnepélyes keretek közt megnyitják Sümegen a középfokú oktatást adó reáltanodát. December 7-én elindul a tanítás a Városháza nagytermében 11 tanulóval. Innen számoljuk a sümegi gimnázium történetét. Azóta eltelt 160 év. Ez alatt iskolánk nehéz és szép időszakokat is megélt, elődeinknek köszönhetően fennmaradt, és most 2017-ben eredményesen működik. Köszönet illeti azokat a pedagógusokat, városvezetőket, cégeket vagy magánembereket, akik a hosszú idő alatt szakmai tudásukkal és anyagi hozzájárulásukkal segítették a sümegi oktatást.
A múlt és a jelen most összekapcsolódik. Fontosnak tartom, hogy ápoljuk a helyi hagyományokat, hogy megőrizzük azok emlékét, akiknek hálás lehet az intézmény. Örömmel kijelenthetem, hogy most is sokan vagyunk, akiknek szívügye a Sümegi Gimnázium és Zeneiskola. Munkatársaimmal bátran előre nézünk, újabb és újabb célokat tűzünk ki, igazodunk a kor elvárásaihoz. Az elmúlt 10 év alatt komoly eredményeket tudunk felmutatni. A pedagógiai munkában a hozzáadott értéket tekintve országos 4. helyet szereztünk. Fakultációs rendszert vezettünk be, amely a sikeres továbbtanulást erősíti. Idegen nyelvi munkaközösségünknek köszönhetően kiemelkedő arányú nyelvvizsgás diákunk van, egyre több felsőfokú nyelvvizsgával. Versenyeredményeket tudunk felmutatni több szakmai területen. Az oktatás mellett a nevelésre is figyelünk, ökoiskola lettünk. Környezetünk megóvására törekszünk, nyugodt, biztonságot adó légkörben. Mindezt azért, hogy ti, kedves gimnazisták, akik most itt ültök, úgy érezzétek, hogy jó kisfaludis diáknak lenni. Jó, mert aki céltudatos, az nyelvvizsgával és megfelelő tantárgyi ismeretekkel rendelkezik majd, mire az érettségi vizsgára kerül a sor. Jó, mert itt emlékezetes diákélményekben lesz részetek, ahogy annak idején a korábbi kisfaludis diákoknak. Az öreg diákok baráti köre is bizonyíték arra, hogy milyen meghatározó szerepe van az életünkben a középiskolás éveknek. Büszkék lehetünk arra, hogy a mi gimnáziumunk baráti köre az ország egyik legaktívabban tevékenykedő ilyen jellegű szerveződése. Tudjuk, hogy nagy szeretettel figyelnek ránk, és tapasztalatokkal, kapcsolataikkal, anyagi ösztönzéssel részesei ma is az iskola életének. Én nagyon örülök, hogy ide jelentkeztem, ugye a testvéreim is ide jártak, és nem bántam meg egyáltalán, mert tanárokat is nagyon szeretem, az osztálytársaim is nagyon jó fejek, és hát a külön órákat is nagyon szeretem, igen.
Surlódjék ez írás, Móricsi gondolat. Szóban hozta volna a beteg kiküldte, de sok életlázban magát tönkre ülte. És mégis, mert hát ma még sokan hisznek velem, adják át Móricnak ezt az én levelem. A könnyes áldott hang, aki által adja, éppen úgy áldassék, mint az, aki kapja. Maga az alapítás, egy fenntartói szándék, maga csak az a kő, ami létrejön, egy épület. De maga az iskola, mint egy tér, ahol közösségek épülnek, a benne lévő emberektől válik valamivé. Egy iskolában ez a szellemiség a pedagógusok közösségéből, elhivatottságából adódik. Az iskolának a sikerességét az ott tanulóknak a karrierútján, életpályáján lehet lemérni. Az, hogy ma itt ilyen nagy számban összegyűltünk, mutatja, hogy itt egy olyan tradíció van, egy olyan sikeresség, amire büszkék lehetünk. Tanár és diák generációk együttes erőfeszítésének eredménye ez, és ezt tette azzá a Kisfaludi Gimnáziumot, hogy Sümegváros és térségének meghatározó iskolája, köznevelési intézménye. Százhatvan év az hatalmas nagy idő. Az ember életéhez képest is, de már történelmi léptékkel mérve is van súlya. 160 éve büszke ez a város az intézményére, a gimnáziumra, amit hívtak nagyon sokféleképpen, de ahogy az első sorban ülő helytörténészünk ezt leírta, éppen 38 neve volt ennek az intézménynek. 160 év, nagy idő, 160 évvel ezelőtt, hogy mi volt, azt szinte el sem tudjuk képzelni. És hogy mi nem volt, ha talán azok közül néhány dolgot felsorolok, akkor jobban meg tudjuk érteni, hogy mennyire más világ volt, kellett annak lenni. Hát nem volt Facebook, nem volt internet, nem volt számítógép, de még csak telefon sem volt, nemhogy mobiltelefon, de még vezetékes telefon sem volt, autó sem volt. A vasút is éppen a, hát hogy mondjam, az úttörő korszakban járt itt Magyarországon. Sok minden nem volt. És Sümegen is, hogyha esett egy nagy eső, kicsit hasonlóan a mostanihoz, de biztos vagyok benne, hogy sokkal durvábban áztak az Öreghegyről lezúduló vizekben az utcák, amelyek természetesen nem is voltak aszfaltosak, és járdák sem voltak. És mégis akkor
160 évvel ezelőtt, sőt, ahogy hallhattuk, igazából maga a gondolat már felvetődött kicsivel korábban is, de 160 évvel ezelőtt volt néhány olyan sümegi polgár, élükön Ramazetter Vincével, aki akkor éppen polgármester volt, aki elhatározta, hogy Sümegen kell középfokú oktatás. És 1857-ben el is indult ez az iskola. Először Sümeg mezővárosi kétosztályú katolikus alreál tanoda néven. Ez volt tehát az ős. És 160 éve ennek jogutódjaként megvan ez az intézmény, amit ma ünneplünk. És valóban nagyon jó dolog, és jó érzés nekem egyébként, hogy az első olyan polgármestere vagyok a városnak, aki egyben kisfalud is, öreg diák is, aki itt érettségizett. Nagyon büszke vagyok erre, talán a legbüszkébb. Ez az intézmény 160 éve működik, és ahogy mondtam, voltak névváltozások, ezt a nevet egyébként 1922 óta viseli, igaz, megszakításokkal, és talán az egyik legnagyobb szégyenfoltja az a 7 év, 50-től 57-ig, amikor a véres kommunista diktatúra egyik titkos rendőrének, Korvin Ottónak a nevét kellett viselnie. De iskolánk túlélte ezt is, mint ahogy túlélte Sümeg is a nehéz történelmi időszakokat, és ahogy hallhattuk, tankerületi igazgatóhelyettes úr köszöntőjében valóban Sümeg mindig is egy polgári város volt, polgári szellemmel, és ehhez nagyon szépen illeszkedett és illeszkedik a középiskolája. Én biztos vagyok benne, ahogy Sümeget ismerem most már elég régóta, és ahogy olvasgatom Sümeg történetét, hogy 1857-ben sem volt egyszerű. Ezt éppen Miklós Sikes Csaba munkáiból nagyon jól tudom, tudhatja mindenki. És mi is volt a baj? 1857-ben például nagyon sokat vitatkoztak már eleve a teremnek a felosztásán, ugye ez a városháza nagy termének a két részre osztásából alakult ki az első két tanterem. Aztán természetesen nagyon sokat kellett vitatkozni a város vezetésével a pénzen, hiszen a tanárok fizetését, hogy ki állja, hát az is vita téma volt. Tehát mondhatjuk nyugodtan, hogy a szokásos két dolog, ami talán nem csak Sümegre, hanem talán Magyarországra is jellemző, a pénztelenség meg a széthúzás, ez a két dolog okozta a legtöbb problémát. De büszkék lehetünk rá, hogy a pénztelenség és a széthúzás ellenére is azok az erők győztek, akiknek a fejében ott élt a látomás, hogy Sümegen középfokú oktatás kell. És Sümegen 160 éve középfokú oktatás van, és 1859 óta az itt kiadott érettségi bizonyítványokat elfogadják. Nagyon nagy büszkeség ez, és ahogy mondtam, 1857-ben, 160 évvel ezelőtt is biztosan voltak olyan hangok, akik azt mondták, amelyek azt mondták, hogy nem fog ez sokáig tartani. 11 ember jelentkezett ide, mert 11, éppen alpolgármester úrral beszélgettünk erről egy fél órával ezelőtt. Úgy látszik a sümegi oktatás történetében ez a 11, ez egy bűvös szám, hiszen 1857-ben 11 tanuló, egy igazgató, két világi tanár, egy hittantanár és egy énektanító közreműködésével két tanteremben kezdődött el a sümegi gimnázium története.
Csak utalnék rá, hogy egy szűk hónappal ezelőtt a Sümegi Közösségi Főiskola is 11 hallgatóval indult el pályáján. Nagyon remélem, hogy 160 év áll előtte, mint ahogy a gimnázium a 160 évet már teljesítette. És nagyon remélem, hogy a mostani szkeptikusoknak éppen úgy nem lesz igaz, mint a 160 évvel ezelőttieknek sem volt. Boldog születésnapot Kisfaludy Sándor Gimnázium, és még legalább 160 éve. Köszönöm, hogy megtaláltad. Mert nagyon családias. Úgyhogy egy ilyen nyugtató pont számomra, meg úgy érzem, hogy szeretek menni oda, tehát oda járni. Szeretem az ott tanító tanárokat, a diákokat egyaránt, és úgy érzem, hogy nagyon sokat tudok tanulni ott. Mennyire érint meg téged, hogy most 160 éves az iskola? Picit meglepő igazából, hogy szokták mondani, hogy a falak tudnának mesélni, akkor biztos a Kisföldi Gimnázium falai is tudnának mesélni. És mindig nézem a barátaimmal a tablókat, hogy kik jártak ide, és hogy most kik azok, akik oda jártak, és meglepő számomra ez, hogy ekkora számot ír ez az iskolának a születésnapja. Nagyon családias a környezet, és rengeteget ad ez az iskola, már csak ebből a tényből is kifolyólag. Igazából rengeteg hatalmas hangsúlyt fektetnek a tehetségkutatásra és a tehetséggondozásra, és igazából én sem csinálnám most jelenleg azt, amit csinálok, hogyha nem ide érkeztem volna, legalábbis én így gondolom. Most Budapesten élsz, oda kötnek a tanulmányaid vagy a munkád. Milyen hazaérkezni Budapestről? Ez érdekes, mert nagyon sokan kérdezik ezt egyébként minden hétvégén, vagy minden alkalommal, amikor itt járok. Feltöltődés. Nem tudok erre más szót mondani. Gyakorlatilag nekem ez ad löketet utána a következő és a következő hetekre, mert ide ez az én otthonom tulajdonképpen. Mehetek én akármilyen nagyvárosba, ez akkor is így marad mindig is. 160 év, az egy nagyon hosszú időszak. 6 vagy inkább 7 nemzedék bizonyos számítások szerint. Érdemes néha nemzedékben is számolunk, nem csak években. Ennyi nemzedéket nevelt fel ez az iskola. 160 év. Az iskola, az oktatás megkezdete. Egy 2 éves időszakkal indult az első képzés, majd folyamatosan 4, 6 és 8 évre növekedett. Az az öreg diák is, aki 8 évig járt ide, több mint 150 éve hagyta el az iskolát. Ez másfél évszázad. Ezt is számításba kell vennünk. Tehát minden iskola akkor lehet eredményes, sikeres hosszú távon, hogyha vannak hagyományai, vannak tradíciói. A mi iskolánk ilyen, 160 éve egy sikeres oktatási intézmény. Az öreg diákok szintén a tradícióhoz tartoznak. Mit kezdtünk el felnőtt fejjel gondolkodni? Itt szereztünk meg egy tudást, egy eszmeiséget, a tanulás megbecsülését, a munka tiszteletét, tisztességet.
számos öreg diák, aki itt végzett, ide is került vissza, nem csak a baráti kör tagjaként, hanem más formában, más rendszerben, sőt beszélhetünk már, mondhatni, dinasztikus hagyományokról is. Örülök, hogy körülben üdvözletem Nagy Miklós tanár urat, aki itt érettségizett, és első és egyetlen munkahelye a Kisfaludy Sándor Gimnázium volt, öreg diákként igen aktív, és ő az év fizikusa díj megalapítója. Köszönjük szépen! És itt dolgozik a menye is, mint tudom, tanárnőként, és épp most hallottuk fellépni az unokáját, aki megsújtotta a tehetségét, tehát a dinasztia szó egyáltalán nem túlzás. 1983-ban én hallgattam Binder Imre úr igazgatónunk hívószavára. Köszönöm, hogy el tudtál jönni. Én tegnap volt egy 50 éves találkozónk, 50 év fél évszázad, hogy Binder Imre igazgató úr megtisztelt bennünket a jelenlétével. És aktívan részt vett, az utána a következő banketten is. Imre, nagyon szépen köszönöm. Az én időmben természettudományi szak volt az erősebb. Tulajdonképpen amíg elmentem nyugdíjba, akkor itt minden pedagógus egyetemet végzett volt, és biológia tagozatot. Én biológia-kémia szakos vagyok, biológia tagozatot csináltunk 69, hát az előttem lévő igazgató még, 76-tól aztán kineveztek igazgatónak, és akkor ahogy az iskola mindig változik, itt is változott, meg egyébként megye határváltozás is volt, és sok olyan beiskolázási körzeti falu, ami valamikor Sümeghez tartozott, az átkerült Zala megyébe. Ezt nem nagyon lehet szavakba önteni, ezt át kell élni, és ezt érezni kell. Én úgy gondolom, hogy ez az életem egyik legjobb döntése volt, hogy ide jelentkeztem. Én nagyon szeretem ezt az iskolát, mind az egész rendszert, és a tanárokat, és a diákokat is. Én nagyon meg vagyok elégedve, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Regrets, I've had a few, and then again, too few. I did what I had to do and find it all without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, but more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. And through it all, when there was doubt, I hit it up and spit it out. I
61-ben végeztem, és hát utána főiskola, ez az amaz is, úgyhogy a Székesfehérvári Árpád iskolába lettem szakoktató, onnan mentem nyugdíjba is. Aztán azóta, hát visszajárunk, mert a öreg diákok klubjának tagjai vagyunk, úgyhogy minden évben legalább egyszer eljövünk. Én 1958-ban kezdtem a gimnáziumot, a férjemre, Máté János, hát mind diák, szia, hát úgy különösebben nem volt semmi kapcsolat köztük, és 1962-ben érettségiztem, itt szerettem itt lenni, kollégista voltam, hát annak minden jó és rossz árnyalatával, oldalával, de jó volt itt lenni, azóta is, hát ugye, mint a férjem mondta, visszajárunk. Hűvös, homályos folyosódon sok izgalmas emlék fogadott. S amint szédülve megfogódzom, hallom a régi hangokat. Nagyon szívesen emlékszem vissza, és végül is részese voltam, ahogy beléptem ide első osztályba, a mai napig, hiszen érettségi után én itt egy általános iskolában, az Adi iskolában kezdtem tanítani, aztán voltam a Ramazettel iskolában, aztán újra visszakerültem az Adi iskolába, és ugye összevonták a két intézményt, és én végül is itthon vagyok, tehát a kapcsolat nem szűnt meg. Hát most, hogy nyugdíjas vagyok, már a baráti kör révén vagyok én szorosabb kapcsolatban, de nagyon jó baráti kapcsolataim is vannak a tantestület tagjaikkal is, illetve hát a jelenlegi diákok is még volt, tanítványok voltak. Napig kerestem, hol van Sümeg a térképen, de végül hát ez lett az otthonom. Érettségi után lementem Pécsre főorvosira, utána 68-ban, amikor végeztem, akkor jöttem ide szűnyészet nőgyógyászati osztályra dolgozni, 73-ig. Utána elmentem Dunaújvárosba, és 79-ben visszamentem Görögországba élni. És most ott élek. És most erre az alkalomra jött Sümegre megint? Hát véletlenül tudtam meg, hogy most lesz ez a találkozó, és ez az alkalom. A Farkas Attila osztálytársamtól. És azt mondtam, hogy hát érdemes eljönni, mert a felső végzetteket, meg alsó végzetteket fogok találkozni. Az ünnepségen résztvevő öreg diákok folytatták tevékenységüket a baráti kör terveinek megfelelően ismét egy érdekes előadással. A jubileum alkalmából adták ki az ünnepi évkönyvet, melyet minden jelenlegi diák és öreg diák is lapozgathat. Az iskola történetében, amiről én legalábbis tudok, ez a harmadik évkönyv. Természetesen már az 1800-as években is születtek füzetek egy-egy tanév eseményeiről, de ilyen jubileumi évkönyv a 125. évfordulóra, a 150 éves évfordulóra, és most a 160. évfordulóra készült. A 150 éves könyvünk már elfogyott, tehát nagyon nagy volt rá az igény. Abban is megjelenítettük a múltat, a jelent. Valamennyien, akik itt végeztek, megtalálják magukat a névsorokban, és gondolom emiatt is népszerű volt, és úgy gondoltuk, hogy akkor itt az ideje, hogy az újabb 10 évre megint tudjunk ilyen kötetet biztosítani az érdeklődőknek. Nagyon örülök, hogy sokan első szóra segítettek nekünk, így például a polgármester úr, mint volt diák, írta hozzá a köszöntőt, az előszót, van egy szép részletes iskolatörténeti fejezet Miklós és Ikes Csaba közreműködésével, illetve úgy gondoltuk, hogy diákjaink is kapjanak szót, lehetőséget, és írtunk ki még tavasszal egy pályázatot Múlnak a diákévek címmel, amelyben arra kértük az érdeklődőket, hogy írjanak olyan élményeikről, emlékeikről, ami az iskolával kapcsolatos, és több pályázat is érkezett volt diákoktól és jelenlegi diáktól is.
A műsor összeállítása és az ünnepség lebonyolítása nem kis feladatot rótt az iskola pedagógusaira. Egy kis összeállítással is szerepeltek. Fontos volt számomra, hogy az iskola munkában érintett minden csoportot megszólítsunk benne, csak úgy a jelenlegi diákokat, mint a volt diákokat, a volt tanárokat, a nyugdíjasokat, a jelenlegi tanárokat, és fontos volt, hogy a művészet majd minden területéről legyenek műsorszámok, darabok, és egyfajta köszönetnyilvánítás volt azoknak a diákoknak, tanároknak, akik ott szerepeltek az iskola részéről, hogy ők részt vettek ebben a műsorban. Nem volt olyan nehéz dolgom, mint amennyire látszott a szervezéssel, mert mindenki szívesen mozdult az iskoláért, és a technikai háttérért felelős személyek is maximálisan segítették a munkámat, csak úgy, mint a kollégák is a háttérből, az iskola vezetés, úgyhogy azt gondolom, hogy ezért sikerült olyanra a gála, amilyenre sikerült. Az ünnep erejéig megállt az idő. Mindenki, aki most kisfaludis gimnazista vagy korábban járt ide, letette névjegyét, így velük együtt vonul be a legújabb kori évkönyvekbe majd, hogy volt egy nap, amikor felvonultatta az iskola színejavát, színpadra vitte és így örökítette meg a pillanatot. Három generáció, a jelenlegi középiskolások, a most tanító pedagógusok, valamint az öreg diákok együtt tették emlékezetessé az évfordulót. Úgy ünnepelt a kisfaludi gimnázium, hogy méltó volt a nagy hírű alapítóhoz és névadójához, a város költőjéhez. Megállt az idő, de aztán megy is tovább. Felelések, dolgozatok, nem sokára szalagavató, ballagás, érettségi. Örök körforgásban. Kedves nézőink, remélem önök is szívesen nézték meg a város jeles intézményének ünneplését. Jövő héten adásunk teljes műsoridejében Ablak magazinunkkal jelentkezünk majd. Láthatják az október 23-ai megemlékezés összefoglalóját, majd pedig több témát feldolgozó iskolapadunk lesz. Tartsanak velünk akkor is. Mára munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!